A Becsei Női Röplabdaklub tagjai és edzői valamivel több mint egy hónapja újra elkezdték az edzéseket a sportközpont melletti műfüves pályán, és kondíciós edzéseket tartottak a Tiszaparton. A lányok elmondása szerint a karantén ideje nehéz volt számukra, mert nagyon lassan telt, és már nagyon hiányolták az edzéseket, a barátnőket, az edzőt és a barátkozást is. Azonban többségük azt állítja, hogy a bezártságban is szorgalmasan gyakoroltak otthon. Futunk néhány kört, poligonokon megyünk végig, majd nyújtógyakorlatok következnek, és már vége is van az edzésnek. Nehezek az edzések? Nem. Mindenki egyformán nagyon hiányzott, mert mindenkit egyformán szeretek. Az edzőt is, a barátnőket is. Mindenkit. Otthon a távoktatás keretében volt tornaóránk, ahol gyakoroltam, de itt mindig valami új gyakorlatokat csinálunk, de a nevüket nem tudom. Hiányoztak a barátnőim. Az edzéseken nagyon jó, érdekes, sokat futunk. Szerdán voltunk a Tiszaparton, ott futottunk. Az edzések nem nehezek, nagyon hiányoztak a barátnőim, már alig vártam, hogy elkezdődjenek az edzések. Az edzők is nagyon hiányoztak. A női röplabdaklubnak jelenleg körülbelül 120 tagja van, 7-től 20 éves korig. 7 versenycsoportba vannak beosztva, melyek közül 6 bajnokságokon vesz részt. A legfiatalabb csoport pedig országszerte különféle versenyeken képviseli a klubot. Lassan elkezdtük az edzéseket, nincs okunk a sietségre, mert a versenyek többségét lestoppolták. A szabadban végezzük az edzéseket, próbáljuk kihasználni Óbecse szépségeit. Most itt vagyunk a műfüves pályán, futni szoktunk a Tiszaparton, lassan majd a teremben is edzünk. És a medencénél lévő homokos pálya munkálatai is befejeződtek, úgyhogy júniusban már ott fogunk edzeni. Ezek kombinált edzések lesznek. Arra törekszünk, hogy minél érdekesebbek és színesebbek legyenek ezek az összejövetelek, és bár több mint egy hónapot elveszítettünk, mostanra már minden csapat úgymond visszatért és felvette a megszokott ritmust. Arra törekszünk, hogy a csapatok újra formába kerüljenek, és amennyiben a versenyek folytatódnak, mi készen álljunk a folytatásra. Ha pedig nem, akkor a következő idényre készülünk, és nincs megállás. Egyelőre nagy terveik nincsenek, hiszen a Becsei Női Röplabdaklub nagy tornáját, a 11. Volleyball Open-t, amit június 6-ára terveztek, el kellett halasztani a COVID-19 vírusjárvány terjedésének kockázata miatt. Idővel lehet, hogy sor kerül bizonyos kisebb utazásokra. Tisztán azért, hogy a gyerekeket megjutalmazzuk az edzéseken folytatott kemény munkájukért. Az is lehet, hogy mérkőzéseket szervezünk egymás között, de az biztos, hogy egyelőre nem kockáztatjuk a gyerekek egészségét. A betagosodás a Becsei Női Röplabdaklubba egész éven keresztül lehetséges, és Bakics szavai szerint a lányok érdeklődése folyamatosan növekszik. Minden érdeklődőt meghívok, hogy jöjjön el az edzésre. Most kinti edzéseket tartunk, jelentkezhetnek telefonon is. A 064-1937-981-en, vagy a Facebook oldalon. Június végéig biztosan lesznek edzések, de valószínű, hogy július első két hetében is megpróbáljuk behozni az elmúlt időszak lemaradását. Minden nap hétfő kivételével, tehát kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 16 és 18 óra között itt vagyunk. Hétvégén egyelőre nem dolgozunk, tehát akit érdekel, eljöhet, megnézheti az edzéseket és betagosodhat.